továbbra is cáfolja a demokratikus koalíció, és maga az érintett is, hogy a veresége miatt nem ment el Kálmán Olga az ellenzéki előválasztás eredmény hirdetésére. Az azonban még mindig nem tiszta, hogy mi volt a valódi ok. Szerda óta több időnként egymásnak ellentmondó magyarázat is elhangzott már. Amikor kiderült, hogy van ilyen, akkor én már ott voltam az aktivistákkal, ahogy azt megbeszéltük, és azt kértük Gréci Zsoltól, hogy legyen szíves, akkor menjen el, rohanjon el, mert mi most már, ahogy előre ez el volt tervezve, együtt leszünk. Hogy Gréci Zsolt, ez hogy... De miért nem ment Grécivel együtt? Mert egész egyszerűen nem ott volt a helyem akkor. Hanem nem az eredményváron volt a helye. Csütörtök este már így emlékezett Kálmán Olga arra, hogy miért nem vett részt az előválasztás eredmény hirdetésén. 24 órán belül ez volt a harmadik magyarázat, amivel a korábbi újságíró és Gyurcsány Ferenc pártja előállt az ügyben. Arról, hogy az eredményváróra várják a jelölteket, arról nem tudtam én sem, nem tudott a pártelnök sem, nem tudott a kommunikációs igazgató sem. Néhány órával korábban például még azt bizonygatta, nem is tudta, hogy ott kellene lennie a sajtótájékoztatón. Holott az eseményről Karácsony Gergely és Kerpel Frónius Gábor is értesült, de még a DK-sok közül is többen megjelentek. A helyszínen éppen a párt szóvivője szabadkozott. Gréci Zsolt akkor egy harmadik magyarázatra, Kálmán Olga alulöltözöttségére fogta a hiányzást. Az aktivistákkal töltötte a délutánját, és hogy úgy mondjam, a hivatalosnál egyel vagy kettővel lazább öltözékben. De ugye érzi, hogy valami nem kerek? Ebben a történetben valami nem frankó. Azt még az ATV műsorvezetője is jelezte neki, hogy a történet nem frankó. Kálmán Olga szerint viszont a DK szóvivője a mondottakat nem is úgy értette, hogy neki nem volt mit felvennie. De most az a helyzet, hogy én Gréci Zsolt szavait biztos nem fogom értelmezni. Kálmán Olga egyszerűen félreértésnek nevezte az ügyet, csak hogy több hírportál is arról írt, hogy Kálmán Olga azért nem ment el az eredményhirdetésre, mert nem tudta elviselni a bukást, és Karácsony Gergely győzelmének hírére hisztirohamot kapott. Ismer engem. Életben nem volt hisztériás rohamom, de még egy hisztériás mondatom se. Kálmán Olga szerint ezt a verziót azért lehet kizárni, mert ő egyáltalán nem szokott hisztizni.